nincsen bennem ilyen előítélet, meg személyválogatás. Én nem azt csak, hát nagyon rosszul tűröm azt, hogy itt a istentelen pervers dolgokról beszélnek meg, meg hogy mit gondolnak. Ja, hát nézd, aki nem Isten természetében jön, nem tud róla, az annak ez a fajta természet, ez természetes, de nem tudsz mit csinálni. Egyedül azt tudod, hogy a saját életedet próbálod Isten természetében mélyebben munkálni, aztán utána, érted, ahogy munkálod a saját életedet, Isten kiterjeszti a környezetedet, le is érted. Tehát te neked nem kell vele, mint jó tanácsként mondom, nem kell belekezdeni, tudod vitatkozni, meg nézni az embereket körülötted, mert úgyis úgy fog történni, hogy amilyen szinten te változol el Isten természetére, azért mondja az Isten az írásban, hogy ma megváltunk keresztül, hogy Isten illata vagytok. Mert ahogy te változol az Isten természetére egyre erőteljesebben, és amíg benne maradsz, akkor a viselkedésed, az Isten természete ki fog hatni az emberekre körülötted, és Isten így terjeszti az ő természetét, meg az ismeretet róla, érted? Tehát Isten nem úgy, mint az ördög, hogy tévén, videón keresztül, minden keresztül bombáz az emberek agyát, rádión keresztül, 24 órán keresztül, minden napon, érted, bombázza a tisztátalansággal, az erkölcstelenséggel, hogy abban élnek az emberek. Na, Isten passzívan csinálja, hogy aki felfigyel rá, és megérti, hogy miért, hosszú távon miért jó befektetés az Isten természetében élni, annak ellenére, hogy sokan azt mondják a hozzászólásban is, hogy hát, hogyha ennyi lemondással jár a Krisztus követés, akkor ez egy nagyon ilyen aszkéta remetei élet, és hogy kinek tetszene az ilyen, ki akar ilyen életet élni, és látszólag igazat is mond az ember, de viszont mindazok, akik a jövőre rendezkednek be, és tudják, hogy mi vár erre a világra, milyen pusztítás, azok az emberek tudják, hogy nem érdemes ide berendezkedni hosszú távra, és nem érdemes a gazdagságot, a nagy izét, sikert hajhászni, mert ennek nem sokára vége lesz, érted? És viszont aki most Istenbe erőlteti az életét, hogy abba akar élni az ő természetébe, az az ember már a nyomorúság alatt is Isten védelmét fogja élvezni, utána meg, hogyha bármilyen módon meghal az ember, akkor viszont meg még ráadásul Isten országába való bebocsátást nyer az embertől. Hát, de viszont akik a világban akarnak élni, ezeknek ezt nem lehet megmagyarázni, mert az elméjük hozzá van kötve ehhez a világhoz. Tudod, ennek a világnak a bolondságához, mert ennek a világnak a gazdagsága, a hírnév, a nagy tudás, az ismeret, ez az Isten szemében bolondság, mert amíg az ember ezt akarja megszerezni, addig elfecsérli az életét, és a végén, amikor meghal, akkor kárhozatra jut, mert a legfontosabbal az ő saját életével nem foglalkozott, hogy az Istenben, Isten természetében nyugodjon, hogy ha meghal, akkor biztosítva legyen a helye az Isten országában, hanem az emberek ide való berendezkedéssel, meg az utódok ellátásával rohannak ebbe az eszeveszett lovaskocsiába az ördögnek, és nem veszik észre, nem ismerik fel, nem értik meg azt, hogy ez nem sokára véget ér, Isten bezárja ezt, mint egy üzletet, és a végkiárusítás lesz, tudod. De viszont aki megérti, hogy az Isten fia mit művelt, hogy a saját életét adta azért, hogy mi megismerhessük az atyát, és az ember megérti azt, hogy még a szegényen is kell élnünk, nagy nélkülözések közepette, akkor is, ha az életünk Isten természetében nyugszik, akkor véget ér az életünk, akkor azzal a békességgel fogjuk lehunni a szemünket, hogyha esetleg meghalunk, hogy tudjuk, hogy hol fogunk felébredni tőle. Igen, hát én ezzel mindegyet értek. Meg hát képzeld el, hogy megint megkeresett egy billentyűs, és írtak vissza a rockzenekarba, de hát én megmondtam, hogy nem az én utam, és hogy igazából ne hívjanak. Tehát, hogy én nem akarok ezzel, hogy ismerem azokat a, mit tudom én, rockdalokat is, meg mit tudom én, amiket el kell énekelni, meg számítanak rám, de mondtam nekik, hogy nem.
illetve hát a billentyűsnek, aki megkeresett, hogy nem, hogy ez nem az én utam, én nem akarok visszamenni semmiképpen se a világba, én el akarom ezektől a dolgoktól határa, amennyire tudom, mert sajnos azért azt látom, hogy nem, és azért látom, hogy menjen a, hittem én a másoddiploma, vagy ilyen tanfolyam, meg olyan tanfolyam, meg ilyen nagy beruházás, meg olyan nagy beruházás, meg a házom, meg a lakásom, meg ekkora, meg akkor, és akkor minden elgondolkodok, hogy milyen jó lenne az, hogyha ugye ez igazi istentisztelet céljából inkább meglátogatnák az árvákat és az özvegyeket meg, akik a rászorulókat, akik igazából rászorulnak, nem a képmutató csalókra, meg olyanokra gondolok, akik így akarnak csalással hozzájuk a dolgokhoz, meg mit tudom én, akik tényleg őszinte szívvel rászorulnak, és akiknek tényleg szükségük van a segítségükre, hogy mennyi pénzt, meg mindent elfecsérelnek az emberek arra a teljesen fölösleges dologra, mert igazából nem látják azt a hatalmas veszedelmet, amivel hát nagyon-nagyon rövid időn belül belekerülnek. És hát, meg hát főleg mondom, amikor a gyerekeket mindig meglátom, akkor mindig elszomorodik a szívem, hogy hát hogy azokkal akkor mi lesz, meg hogyan mi lesz velük, hogy hogyan fogják, amikor egy felnőtt is majd nehezen fogja bírni, főleg, hogyha abszolút el van szakadva Istentől, és akkor hát valószínű, hogy akkor a legtöbben meg szidni is fogják, meg hogy akkor hol van Isten, meg hol az, meg hol az, ugye? És akkor mi lesz a szegény gyerekekkel, akik a felelőtlen szüleik miatt most lesznek terhesek, ugye az embernek mindig az jut eszébe, hogy mi lesz azzal a kisgyerekkel. Tehát én mindig ezzel vagy, aki akár pár éves, és még nem sok mindent ért a világból, és sajnos nagyon jól látjátok, hogy a szüleik is, meg akár hogy az én szüleim is, meg mit tudom én, belevitték az embert a luciferizmusba, meg ezekbe. Hát nyilván tudatlanul, mert nem akartak rosszat, de sajnos ugye most is éppen mai nap, meg ugye eleve ezt folyik, hogy mindenütt ugye Mikulás, meg télap, meg ennyi, és akkor ugye sajnos ezt rossz látni, hogy ez mindenütt az üzletekben, meg minden erről szól. Hát nézd, az ördög építette föl ezt a világrendszert, mert az ember hagyta, az emberiség hagyta, tudod, az ember nem volt kíváncsi az Istenbe való igazságra élésbe, hogy az Istentől kaphatott volna az ember mindent, ingyen bérmentve, amíg engedelmes, hanem elfogadta az ördögnek ezt a bóvliait, amit az ördög felkínál az embernek, és az ember meg hát tényleg olyan ez az egész világ, ahogy mondja az írás, hogy a kutya visszatért az okádékára, a disznó megfürdött a saját ürülékébe. És ez tényleg ilyen ez a világ, ilyen az emberiség, hogy az Istentől kaphat ingyen igazi minőségi dolgokat, az nem jó, hanem az a jó az embernek, amiért szenvedni kell, és ráadásul csak ideig, óráig való. Tehát ilyen az ember, ennyire megromlott az embernek a gondolkodása és az akarata, meg a, ja, hogy érted, és ezt az ördög ezt kihasználta, és fölépítette ezt a borzadályvilágot, az embereket belepasszírozta, az emberek rohannak azért a kevésért, amit kaphatnak, és ezt olyan nagyra értékelik, hogy az élet legfőbb elérendő dolgának tekintik. És Isten azt mondja, hát, hogyha ilyen bolondok vagytok, akkor legyen a ti akaratotok szerint. Tehát mindenkinek azt adja Isten, amire az ember vágyik. Hogyha az ember kárhozatot akar, még tudattalanul is, és nem keresi az Istent, a vele való élés szabályai, a megtisztulást, meg a szentségbe való élést, mert ez a belépőjegy az Isten országába, akkor Isten azt mondja, hát, ha neked kárhozat kell, akkor élj úgy, nyugodtan, nem szólok bele, szenvedni fogsz, mert az ördög éjjel-nappal kidozni fog, az adóhatóságon keresztül, a rendőrségen keresztül, a bűnözőkön keresztül, amit az ember összelop, összeharácsol, azért nem lesz nyugodt éjszakája, az, vagy az ellenfelei elteszik lábolul, vagy zaklatni fogják, vagy egész egyszerűen csak az ember
a sok idegeskedést megbetegszik, aztán amit összeharácsolt, összelopott, még szegényként is, mert ugye szegény emberek is vannak, hogy annyira nagy nélkülözésbe jöttek, hogy elkezdtek lopni, és akkor azt hitték, hogy akkor így jobb lesz az életük, hogy egy kicsit följebb kerüljenek, de az ember mélyebbre ásta magát a kárhozatba, mert még azt a keveset is lopva szerezte. És viszont aki megérti Isten, keresi az őróla tudható információt, azért mondja Isten, hogy a megváltós azért mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli teremtő Isten, aki kegyelmet adhat az embernek és örök életet, és ebben a folyamatban még a Földön is valamiféle megelégedettséggel élhet az ember. Tehát én is ezt tapasztalom az életemben, hogy olyan helyen dolgozok, hogy mostanra nagyon sok az elbocsátás, és nagyon sok komoly szakember küldenek el, és mindig nagy két kérdés a fejembe, hogy mivel hogy szakmát kellett változtatnom, mert elveszítettem pár éve a munkahelyemet, ami szakmát csináltam, és új szakmát kezdtem tanulni, úgyhogy, és hogy nem vagyok benne a legprofibb, és de mégis eddig két éven keresztül elkerültem azt, hogy elküldjenek leépítéskor, pedig nem én vagyok a legjobb szakember, és ezen is tudom látni azt, hogy Istennek milyen nagy a kegyelme azokon, akik őt keresik, őt félik, és foglalkoztatja azt, hogy az Istennek mi a terve az emberekkel, hogyan akarja megmenteni őket, stb. Így született ez a YouTube csatorna is, hogy megláttuk azt, hogy Istennek mi az akarata, hogy hogyan akar embereket megmenteni, információ, de még a világ kódolja az emberek agyát a gonoszsággal, az istentelenséggel, és így bent tartja őket az ördög az ő vallási, meg politikai képviselőn keresztül ebbe a kárhoztatott világba, addig meg Isten újra akarja kódolni az emberek elméjét, újra programozni. Az emberek, ha meglátják azt, hogy az ő küldötte az ő fia, hogy fölötte az életét azért, hogy fölhívja a figyelmét néhány embernek, miért szenvedett ő, és akkor az emberek megértik, hála lesz a szívükbe iránta, és azt mondják, hogy ugyan sok mindent nem tudok visszaadni az Istennek, szinte semmit sem, de hálám jeléül az, hogy kimutassam a hálámat és a nagyra becsülésemet. Minimum akkor annyit megteszek, hogy ha az Isten meg akar engem is menteni, akkor segítek neki abban, hogy könnyebben megmenthető legyek. Igyekszem kerülni azokat a dolgokat az életemben, amik miatt az ő ítéletét hívhatom ki magamra az életemre, hogy el kelljen, hogy ítéljen. És mivel hogy ő nem azért teremtett minket, hogy elítéljen, meg elpusztítson minket, ezért nekünk is meg kell tenni ebbe a tervbe a legtöbbet, hogy ő minél könnyebben, zökkenőmentesebben tudjon bennünket átformálni az ő beszéde által, hogy meg tudja velünk értetni, amikor beárnyékol bennünket, és hogy gyorsabban végbe menjen a megszentelődésünk, hogy elzárjuk magunkat a szentségtelen, istentelen dolgokra, amik fölnövekednek bennünk, és ezáltal még több kegyelmet tud adni, aztán, amikor már ismerjük őt, és tudjuk, hogy milyen helyzetben, hogyan kell viselkednünk, hogy arról tegyünk bizonságot, hogy őt tiszteljük a viselkedésünkkel, a szent életűségünkkel, hogy így még nagyobbra növeli a kegyelmet az életünkön, és az eltartás is, a védelem is egyre nagyobb, egyre erősebb lesz az életünkön. Hát igen, hát gyakorlatilag ezeket a dolgokat nagyon jól elmondod mind a videókban, meg hát én ezeket meg is értettem, csak tényleg az, hogy még mindig sajnos annyira rumlis az életem, és nem tudom, hogy milyen, vagy egyáltalán, hogy lesz-e ilyen lehetőség, vagy valami, hogy Isten megváltási tervével én is részt vegyek, vagy valami, vagy tényleg nekem csak annyi jut, hogy már hát így nem nagyon tudom én terjeszteni ezeket a dolgokat, mert akkor mind
Hát meg főleg, hát én ezt az embereknél meg nagyon nagy jellemzőnek tartom, hogy főleg akik meg még a Bibliát se ismerik, hogy én hiába jövök Pál apostollal, az egyik legelkötelezettebb, hogy végső soron ő is gyilkos volt, meg mit tudom én, de hát utána megbánta, meg megértette, hogy miért történtek ezek a dolgok, hogy az emberek sajnos olyanok, hogy mindig ráolvassák az emberre a múltját, hogy ez volt, az volt. Ja, hát, de nyilván, nyilván Isten sokkal bölcsebb tudja azt, hogy egy helyen tönkretettük azt a képet, amit ő akart alkotni rólunk az emberek gondolkodásába. Nyilván egy időre visszatesz az iskolába, hogy újra tanuljuk, újra kezdjük az ismereteket, és hogy azokon keresztül nehézségbe tesz az Isten, hogy kikovácsolja bennünk, hogy a nehézségben is még inkább ő hozzá, az ő beszéde alapján viselkedjünk, nem még gonoszabbá váljunk, és ebben a durva csiszolási folyamatban az ember, aki engedelmes neki, és a legnagyobb nyomorúságunk keresztül is az ő természetében marad, a szépen utána helyreállítja az életét, mert az ember hagyni fog, mert rájön az ember, hogy a legjobb, amit tehetek, az, hogy hagyom, hogy az Isten helyreállítsa az életemet. Én megteszem, amit meg tudok csinálni emberi szinten, minimum tisztelem az Istent a viselkedésemen, a beszédemen keresztül, aztán a többi úgyis az Istenem múlik, és közben Isten meg eljutott hozzád információkat, fejlődsz az értelemben, dolgokat jobban meg fogsz érteni, tisztábban lesz a látásod, és utána az Isten elkezd gyakorlatoztatni, és olyan nincsen az Isten munkájában, hogy valaki csak megismeri őt, és akkor az ember elébe szól. Előbb-utóbb mindenkinek gyümölcsöt kell hozni az Isten aratási munkájába, ha csak azzal érted, hogy az életed egy példamutató élet, hogy azon fárad azon kicsi lépésekben, küzdesz önmagaddal szemben, érted, és akkor ez kiterjed, megnövekszik az életeden, érted, és erre az emberek felfigyelnek, és ezért megkérdeznek, látják, hogy ebben a folyamatban, hogy sok esetben, amikor mások szerencsétlenségben elvesztik még az életüket is, meg a családjukat, addig a hasonló nyomorban, nehézségben neked meg jó szerencsésen alakul, csak az emberek ilyenen keresztül is megkérdezik, hogy ugyan mi az, ami miatt neked a nyomorúságban, a szegénységben dolgok mégis sikerülnek, még másoknak meg egyáltalán, mint hogyha átok kergetni őket. És valakinek csak ennyi, de érted, ez se kisebb, mint az mondjuk, aki mondjuk, mint mi is, hogy hanganyagban beszélünk, és akkor esetleg ezrek hallgatnak. Tehát a mi tevékenységünk, hogy ismeretlen is nyíltabban történik, több ember előtt, az egyáltalán nem nagyobb, mint az, aki csendességben él, és teljes mértékben azon fáradozik, hogy minden beszédével, minden cselekedetével a körülötte levő emberek a legjobbat láthassák az Isten természetéből, mert tulajdonképpen sokkal értékesebb, sokkal figyelemre felhívóbb és jobb példa, bizonságtevés az életed mások előtt, hogy úgy élsz, annélkül, hogy beszélnél bármit is, mert az életed az többet fog elárulni, mint két szavad, amikor beszélsz az Istenről. Én ezt értem. Ja, úgyhogy azért nem kell aggódnod, hogy lesz a lehetőséged. Mindaddig, amíg az a vágy van az akaratomban, hogy azt akarod elérni, hogy használható legyen az Isten természetében, az Isten tervébe, hogy embereket tudja megmenteni. Lehet, hogy az életedben sosem fogsz találkozni annal, aki te miattad fog Isten mellett dönteni. Lehet, hogy annal fogsz találkozni, aki az Isten útjára lépett, és téged fog oda küldeni, mert az átalakulási folyamatban te már átmentél azon, és tanácsot tudsz neki adni, hogy hogyan tovább. Érted? És ennyi. Lehet, hogy csak ennyi lesz a feladatod, de azt is, azt a keveset is, kicsit is, azt annyira kell olyan odaadással kell csinálnod, mint hogyha emberek százait menteni meg Isten rajtad keresztül. Nem a nagyság a lényeg, meg a számok nagysága, hanem a minőség, mert inkább Isten örül annak, és használhatóbb leszel, ha az egész életeden keresztül egy emberrel leszel kapcsolatban,
akit rajta keresztül fel tud nevelni, és majd azon az emberen keresztül el tud érni majd másik 2-3 embert, akik rajta keresztül felnevelődnek, és minden nyomorúságon keresztül megpróbált emberek lesznek, hogy a nyomorúság, az étlesség, a szomjúság, a ruhátlanság, az üldözés nem fog nekik nagy fejfájást okozni, mert ez egész életük erről szól, de viszont mégis ezzel a kitartással, tehát Isten el tudja ezt az embert küldeni ide, oda, amoda, hogy az Isten segítségére váró emberek, a Isten kegyelmére váró emberek megkapják az üzenet. Mint nézte, amikor Saulus, mikor azt hiszem, hogy nem a Jerikói úton volt, a Damaszkuszi úton, és nézte egy másik egyszerű, nagyon szegény embert küldött el hozzá, hogy megmondja neki, hogy hogyan tovább, tudod, Ananiást. Igen, tudom. Ugye? Ugyanúgy, mikor találkozott az a két személy, akik jöttek Rómából, és akkor magukhoz fogadtak egy, azt hiszem, hogy Tertullust fogadták magukhoz, és akkor megismertették vele az Isten útját, mert ő az Ószövetségből beszélt az embereknek, és győzte meg a vallásos farizeusokat, és ez a zsidó származású férfi nagyon jó eszköznek bizonyult az Isten kezében, és hogy továbbfejlődhessen, elküldte hozzá ezt a két szemét, akik magukhoz fogadták. Most azt hiszem, hogy Aquila és Priscilla volt, hogyha jól emlékszem, most nem emlékszem pontosan. És nézd meg, tehát az Isten nagyon egyszerű módon tesz-vesz, és csak keveset bíz az emberekre, mert tudja, hogy ebben a világban való élés, mert annyira le vagyunk degenerálódva, hogy még sokszor azt se tudjuk normálisan megtenni, hogy a saját egyszerű életünkben rendet tegyünk. És akkor gondol bele, hogy mekkora bizalom kell az Istentől az ember felé, hogy emberek, más emberek életét bízza rá, hogyha mi a saját életünket nem bírjuk megtartani, hogy ez esetleg példamutató lehessen mások előtt is.